Tavaly nyár végén indult az a beruházás, melynek keretében 60 km hosszan szélesítik és erősítik a 47-es számú főutat Csongrád és Békés megyében. Orosháza és Békés Csaba között megerősítik az útburkolatot, így ellenállóbb lesz a nehéz gépjármű forgalommal szemben. Továbbá korrigálják az éles íveket, és kerékpárút is épül. Tehát a Békés megyei 34,4 km-es szakaszon burkolaterősítés és szélesítési munkálatok mellett sulította a vállalkozó a MÁV vasúti felüljárót Szarvas mezőhegyes felett, és párhuzamosan a főúttal 28 km hosszan kerékpárút is épül, beleértve a Csorvási átkésű szakasz átépítését is. Az útfelújítás mellett a tömegközlekedési megállóhelyeket 17 helyen fogjuk felújítani, a peronok és a pályaszerkezet teljesen át fog épülni, és a főpályán az útépítés időjárástól függően folytatódni fog Békés Csaba és Telegerendás, valamint a Csorvás utáni szakaszon is. Március közepétől indult el az Orosháza elkerülőn lévő vasúti közúti felüljáró híd felújítása, félpályás útlezárás van érvényben, váltakozó irányú jelzőlámpás irányítás mellett közlekedhetnek az autósok. A főút mellett sorakozó fákat kivágták, erre patkaszélesítés, vízelvezető árkok kialakítása, valamint a kerékpárút építése miatt volt szükség. Ez utóbbi a közmű kiváltások után várhatóan áprilisban indul. A növényzetet a beruházás keretében pótolják majd. A 47-es főút Algyő és Szeged közötti 7 km hosszú szakaszán a kastélykerti bekötőúttól az M43-as autópálya csomópontjáig szintén elkezdődtek az útépítési munkálatok. Emiatt Szeged felé haladva a jobboldali két sávot a kivitelező lezárta, mintegy 2,5 km-es útszakaszon, ahol sebességkorlátozás várható. A 24,6 milliárd forintból megvalósuló 47-es főút 11,5 tonnás burkolat megerősítési munkálatai több mint 60 kilométeres szakaszon zajlanak Békés és Csongrád megyében, a beruházás 85%-ban uniós forrásból valósul meg.